Mennyire befolyásolta a horgászok tavalyi évét a vírusjárvány? Kérdeztük Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. Nehéz évet zártak a karcagi horgászok. Nem volt egyszerű az évük, mert a vírusjárvány miatt az iroda nyitvatartását központilag szabályozták. Nem volt egyszerű a tavalyi évünk, ugye mert a koronavírus járvány miatt olyan intézkedéseket hozott az ország, hogy például meg volt határozó, hogy az iroda hogy lehet nyitva, mint lehet nyitva, és abban az időben, ugye mivel akik itt vannak az irodában, hölgyek azok is dolgoztak, tehát nem tudtuk árulni a jegyeket, ez éves szinten durván egy olyan 100-120 fő kiesést jelentett. Hát ami ugye számoljunk durván olyan 2500 forint átlaggal, az, tehát több százezer forintos kiesést jelentett az Egyesületnek. Tavaly nem pályáztunk, mert ugye majd ebbe az évbe szeretnénk, hogyha lenne rá lehetőség, mert például a megyei szövetségnél is tavaly előtt nyertünk pályázatot, és ott meg van határozva, hogy 3 évenként lehet pályázni. A haltelepítés ugyanúgy megvolt, mint máskor. Tavaly 26-28 mázsa halat telepítettek a téglagyári tóba. A haltelepítés az ugyanúgy megvolt, ugye mert az meg van határozva egy éves szinten, amit előre már be kell nyújtani, hogy hány mázsa halat kell telepítenünk. A tavalyi évben is 26-28 mázsa hal lett telepítve, tehát a telepítés az megtörtént. A versenyek közül az augusztus 20-ai versenyt tudták megtartani. Most a legfontosabb feladat a fogási napló helyes és pontos kitöltése és a határidőre való leadása, mondta az elnök. Elvileg a tavaly területi engedélyekkel január 31-ig kell horgászni, a fogási naplót pedig február 28-áig teljesen pontosan kitöltve kell leadni a Horgász Egyesület irodájába. A Horgász Egyesület irodája, hogy mikor fog nyitni, az majd benne lesz a hírmondóba, és akkortól fogjuk majd szedni a fogási naplót. Egy a lényeg, hogy nagyon pontosan összegezve a horgászattal eltöltött napok száma, illetve a fogott halak, és be legyenek írva, és így legyen kitöltve, mert különben a rendszer nem engedi, hogy bevigyék, és bünteti, hogyha valaki rosszul csinálja, vagy nem csinálja meg. Önnek, mint horgásznak, milyen volt a 2020-as éve? Ilyen rossz éve még nem volt soha az életben, mondjuk nem is sokat voltam horgászni, de amit beírhattam, halat nem fogtam egyesre. Mondjuk én főleg a sülőre, ragadozó halra szoktam horgászni, tavaly keveset is voltam, de mikor voltam is, méretlenül halat fogtam egy pár darabot lenn a Tiszatavon, mert oda már lejárok 45 vagy 46 éve, már nagyon régóta. Az iroda nyitvatartásáról a karcagi hírmondóban adnak majd tájékoztatást.